Thank you and enjoy your flight. Hiányzik innen valami. Na nem az ablak, meg az ablakkeret, hanem valami más. De hogy érzékeltetni tudjam, ahhoz be kell szereznem néhány dolgot. Egy pillanat. Meg is van, gyertek! Szóval, ami hiányzik, az a repülő. Jó, de hogy a francba hiányozhat a mi szobánk ablakából a repülő? Ez igényel egy kis magyarázatot. Ez a magyarázat pedig rendkívül egyszerű. Hogyha a hálószobánk ablakából kinézek, reggelente ezt látom. Egymást érik a gépek. Meg hát tulajdonképpen napközben is. Az igazat megvalva, ez elég sokszor, hát valljuk be, idegesítő tud lenni. Főleg a zaj miatt. Ezért is van egy ilyen füldugó szettem nyáron, hogyha nyitott ablaknál alszunk, hogy ne zavarjon a gépek hangja. Viszont egy ideje, a tudjuk mi miatt, ez már nincsen. Így aztán amennyire zavaró tud lenni a gépek jelenléte, legalább annyira zavaró a hiányuk is. Szóval a változás drámai. Még korábban egymást érték a gépek, addig már a semmi. Üres az égbolt. Na, ezt most megmutatom. Adódik a kérdés, hogy ha a gépek nincsenek a levegőben, akkor hol vannak? Ezt megyünk most kideríteni. Szóval kijöttem a reptérre, hogy hát ha itt látok gépeket. Szóval itt vagyunk a 2A terminálon, és hát ennyire üres. Szóval nem biztos, hogy sok minden látszani fog. Átmegyünk most a 2B-re. Ő pedig itt Szonya a segítőm. Na hát ez a 2B, ami szintén meglehetősen üres. Na hát itt nem sok mindent láttunk. A helyzet az, hogy ott áll benn néhány gép, meg sem mozdulnak. Nem térek magamhoz. Ahol most vagyunk, ez a reptérnek a kilátó terasza. Az egyébként lezárt 2A terminálnál jött az ötlet, hogy nézzük azért meg a biztonság kedvéért, hogy nyitva van-e a tetőterasz, be lehet-e menni. És azt is tudtam, hogy 500 forint a belépő, de majdnem 1000%-ig biztos voltam abban, hogy ez itt most nincs nyitva. Teremtett lélek nincs kint, tehát ketten vagyunk az egész tetőteraszon. Nyilván nincs is nagyon mit nézni, egy-két gép van benne, azt mindjárt megmutatom.
Szóval így néz ki manapság a reptér. Ez a... egyébként mindig zsúfolt, éjjel-nappal nyüzsgő világ. Most egy picit meghasalt. Azért valamiben megmaradtak a reptéri régió szokások, a parkolás az még most is iszonyatosan drága. 1300 forintot fizettem egy fél óráért. Szóval kijöttem ide a reptéri gyorsforgalmi mellé, hogy megmutassam, hol vannak azok a gépek, amik hiányoznak a levegőből. És a helyzet az, hogy itt a környékbeliek biztos tudják, már hónapok, lassan egy éve, de hónapok óta biztosan. Itt a kifutó pályán mögöttem, remélem lehet látni a felvételen, áll egy csomó gép. Egyesek azt mondják, hogy olyan 50-60 darab gép. Nem mozdulnak, sehova nem mennek, csak itt állnak. És ez szerintem tök érdekes. Az egyik oldalról nyilván szomorú, mert hogy ezeknek a gépeknek mégiscsak odafönt lenne a helye a levegőben, hát és hogy mi is tudjunk menni ezekkel a gépekkel ide-oda a nagyvilágba. A másik oldalról pedig, és azért ezt is meg kell említeni, valamilyen szinten szerencsés is, mert hogy bár senki nem tud utazni, senki nem tud repülni, és én hát speciálisan nagyon szeretek repülni, mégis az be kell látni, hogy a repülés irgalmatlan környezetszennyezéssel jár. Tehát amíg ezek a gépek itt állnak, addig nem szennyezik a levegőt. Ez a jó oldala. Ezt akartam mára megmutatni. Köszi!